Eljött az idő, amikor Bemerítő János megjelent Júdea pusztájában, és ezt az üzenetet hirdette. Változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket, mert Isten királysága megérkezett. Ő róla mondta ezt Ézsaiás próféta. Egy hang kiállt a pusztában. Készítsétek az örökkévaló útját, készítsetek számára egyenes utat. Bemerítő János teveszőrből készült ruhát viselt a derekán bőrövvel, és sáskát meg vadmézet evett. Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy hallgassák. Miután megvallották bűneiket, János bemerítette őket a Jordán folyóban. Amikor azonban látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül is sokan jönnek bemerítkezni, ezt mondta nekik. Mérges kígyók! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől? Tetteitekkel mutassátok meg, hogy gondolkodásotok és az életetek valóban megváltozott. Ne gondoljátok, hogy abban bízhattok, mi Ábrahám fiai vagyunk. Tudjátok meg, hogy Isten még ezekből a kövekből is képes fiakat teremteni Ábrahámnak. A fejszét már fölemelték, hogy gyökerestől kivágják a fákat. Bizony ki is vágnak és tűzbe dobnak minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják a gondolkodásukat és visszatérnek Istenhez. De aki utánam jön, annyival hatalmasabb nálam, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem. Ő majd szent szellembe és tűzbe merít be titeket. A kezében szórólapát van, amellyel elválasztja a búzát a pejvától. A tiszta búzát magtárába gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel megégeti. Azután Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János őt is merítse be. János azonban megpróbálta lebeszélni. Inkább nekem lenne szükségem arra, hogy bemeríts, mégis te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedd meg, hogy ez most így történjen. Meg kell tennünk mindazt, amit Isten kíván. Ekkor János engedett neki. Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből. Ekkor hirtelen megnyílt a menny, és János látta, amint Isten szelleme galamb formájában leereszkedik, és Jézusra száll. A mennyből pedig hang hallatszott. Ő a fiam, akit nagyon szeretek, s akiben gyönyörködöm. Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a sátán. Miután Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett. A sátán ekkor odalépett hozzá és megszólította. Ha Isten fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő azonban így felelt. Megvan írva, nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is. Ezután a Szentvárosba, Jeruzsálembe vitte őt a sátán, és a templom területének szélére egy szakadék fölé állította. Ha Isten fia vagy, mondta neki, vesd le magad a mélybe, hiszen megvan írva, angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád, a tenyerükön hordoznak, nehogy kőbe üsd a lábad. Jézus így válaszolt, az is megvan írva, ne tedd próbára az örökkévalót, Istenedet. Ezután a sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és azoknak minden dicsőségét. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus erre így válaszolt.
menj el tőlem, Sátán! Megvan írva, az örökké valót, Istenedet imádd, és csak őt tiszteld. Ekkor a Sátán elment, és angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgálatára legyenek. Amikor Jézus meghallotta, hogy bemerítő János börtönbe vetették, visszament Galileába. Elhagyta Názáretet, és a galileai tó melletti Kapernaumba költözött, Zebulon és Naftáli határvidékére, hogy beteljesedjen Ézsaiás próféta szava. Figyeljetek rám, akik Zebulon és Naftáli földjén éltek, a tengerparti útvidékén, a Jordánon túli területen, az idegen népek Galileájában. A sötétségben élő nép nagy világosságot látott. Akik halálföldjén és árnyékában laktak, azoknak hajnali világosság támadt. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni. Változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. Amikor Jézus a galileai tó mellett járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveztek, és Andrást, akik éppen a hálójukat vetették a tóba, ugyanis halászok voltak. Jézus szólt nekik, gyertek velem, én majd másféle halásszá teszlek titeket, halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. A testvérek azonnal otthagyták hálóikat és csatlakoztak Jézushoz. Mikor továbbment onnan, Jézus meglátott egy másik testvérpárt is, Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait. Ők apjukkal együtt éppen hálókat javítgattak a halászbárkában. Jézus szólt ennek a testvérpárnak is, ők pedig azonnal otthagyták a bárkát és apjukat, és csatlakoztak Jézushoz. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló örömüzenetet, és meggyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép között. Elterjedt a híre még Szíria egész tartományában is, ezért hozzávittek mindenféle beteget, epilepsziásokat, bénákat és olyanokat, akik különböző fájdalmaktól szenvedtek, meg akikben gonosz szellem volt, Jézus pedig meggyógyította őket. Ezért nagy tömeg vette körül és kísérte. Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordán folyón túlról jöttek.